Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Július 7-e van, Apollónia névnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei röviden. Ma sem kímélte az utazókat a határ, több órás várakozásra kényszerültek az utazók. Javában tart a dinnye szezon, már bőséggel terem a hazai dinnye is. Mindenki jól érezte magát a Királyhalmi Burgonya Fesztiválon. Ma dől el, milyen úton halad tovább Franciaország, a választások második körének első hivatalos eredményei késő este várhatóak. A nyaralások és az éves szabadságok beköszöntével ismét megnövekedett a forgalom a szerb-magyar határszakaszon. Ilyenkor tömegesen térnek haza a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások. A mostani hétvégén tegnap Szerbia felé volt jelentősebb a torlódás, míg ma Magyarország felé kellett hosszabb várakozási idővel számolniuk az utazóknak. Több órás veszteglés leginkább a Horgosrőszke autópálya és a Horgosrőszke közúti átlépőnél alakult ki a napokban. Emellett természetesen a többi átkelőhelyen is feltorlódhat a kocsisor, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni, hiszen a helyzet percről percre változhat. Ezt megtehetik egyebek mellett a police.hu-n, a közösségi oldalak határfigyelő csoportjaiban és a Border Watcher alkalmazásban is. Javában tart a dinnye szezon Vajdaságban, a júliusi meleg kedvezett a gyümölcsnek, így végre hazai termésekből is válogathatnak a dinnye kedvelők a piacokon és az útmenti árusoktól. Ma annak jártunk utána, milyen a jó dinnye és mennyiért kapható környékünkön. A nyári kánikulában talán semmi sem esik olyan jól, mint egy lehűtött lédús görögdinnye. A szabadkai tejpiac standjain a hazai sárga és piros belsejű görögdinnyék közül is válogathatunk. Szeretjük ezt a sárga bélűt, és akkor nagyon nehéz találni. És akkor én ezt mostan kinéztem, és akkor ebből vettem. És milyen árban van a dinnye? Hát azt hiszem, hogy 80 dinár. A görögdinnye nem utóérő, így nem mindegy, hogy miért viszünk haza. Az optimális választáshoz az árusok több trükköt is ajánlanak. Például vegyük figyelembe a foltját. A nagyon világos vagy fehér szín nem jó jel, mert ez azt jelenti, hogy túl korán szedték le a dinnyét, így a sárgás szín az optimális. Po šarju ovako vidiš, ove šare vidiš. To je ženska, ove ženska vidiš sa zirokom cvetom. To je ženska. A ima koja je uska, to ti je muška. I ženske su najbolje, sa širokom cvetom, jako lepo. One su najslađe. Najslađe, da. A termelők szerint a legismertebb módszer a kopogtatás. Ha nyitott tenyérrel néhányat ráütünk és üreges hangot hallunk, akkor a dinnye biztosan érett. Ha viszont telt zaj jön belőle, akkor még éretlen. Az a legpraktikusabb, elejében tanácsolták, hogy kopogtassam meg, és azt szerint meglátom, hogy érette, meg édese. De bizony volt, amikor mellé fogtam úgy is. Úgyhogy inkább az elárusítót, és akkor az elárusító tanácsa szerint, és hogyha jó, akkor továbbra is nála vásárolom. A dinnye kilogrammonként a legtöbb helyen 60 dinár, a sok napsütés miatt ugyan idén kevesebb termet, de édesebbek a dinnyék, mondta Temesvári József ludasi termelő. Az idén a szárazság miatt egy kicsit gyöngébbek, de úgymond ez a második virágzás, meg az első az még elég jó, tehát nem lesz annyi termés, mint amennyire gondoltunk, kicsit gyöngébb, de bízunk a jóban. Most ugye, ahogy nem esik, tehát nincs csapadék, süt a nap, egyre finomabb és zavatosabb a termény, maga ugye a dinnye. A legtöbb árusnál, ha lékeltetni nem is, kóstolni sok esetben lehet, így akik biztosra mennének, íz alapján is dönthetnek. A nagy melegben ideális étel a friss lédús görögdinnye, amelyről sokan nem is tudják, mennyire jó hatással van szervezetükre. Magas C, kalcium, magnézium, kálium és rost tartalma mellett A és B vitaminokban is gazdag. Segít átmosni a veséket, és ráadásul még a bőrnek is jót tesz. Fogyasszunk tehát belőle minél többet, mert nem csak finom, hanem egészséges is.
Egésznapos szórakozásra adott lehetőséget a Királyhalmi Burgonya Fesztivál. A felnőtteknek az evés-ivás mulatozás volt az elsődleges, miközben a gyerekek hagyományőrző programokon és kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A burgonya termelők részére szakmai előadásokat is tartottak. A szervező a Királyhalmi Homokszem civil szervezet volt, a támogató pedig Szabadka Város Önkormányzata. Kezdetét vette a 4. Királyhalmi Burgonya Fesztivál. A nap folyamán kultúrműsor, szakmai előadások is lesznek, valamint kakas-paprikás főzőverseny, amire az előkészületek már nagy ütemben zajlanak. Úgyhogy minden feltétel adott Királyhalmon a jó szórakozásra és a közösség összekovácsolására. Számos izgalmas program várta az érdeklődőket az egésznapos Burgonya Fesztiválon Királyhalmon. Az esemény tartalmas kultúrműsorral kezdődött, ahol néptáncos csoportok fellépését láthatta a közönség a Duhaj zenekar kíséretében. Ezzel párhuzamosan a főzés is kezdetét vette. 35 csapat nevezett be a kakas-paprikás főzőversenyre, de volt, akinek egyéb ételek elkészítésére is maradt ideje. Több helyen krumpli is sült, de volt, ahol malacot forgattak. Az elkészült paprikásokat szakmai zsűri értékelte és díjazta. Az ebédből befolyt összeget a Királyhalmi Kultúrotthon felújítására szánják. A hagymát olaj vagy zsíron megdinszteltük, aztán beletettük a kakast, hogy kicsit megpiruljon a bőre, majd belekerültek a fűszerek is lassan, és akkor most így pöszögtessük, rotyogtassuk. A fesztivál pedig hát számunkra egy ilyen laza kis barátkozás igazából, és örülünk, hogy összejött a csapat, látunk egy csomó ismerőst, kocinthatunk, beszélgethetünk, és jól érezzük magunkat. A fesztiválon a hagyományápolás is kiemelten fontos volt. A bátrabb gyerekek az íjászatot is kipróbálhatták, de agyagozni is lehetett, valamint egyéb kézműves foglalkozásokat is megismerhettek. Most itt per pillanat én a bőrrel foglalkozok, a fonástól kezdve a fűzésen keresztül lehet csomózni, ilyen nagyobb gyöngyökkel ez nagyobb sikerélményt ad a gyerekeknek, ami haladósabb. De viszont az Egyesület nagyon sok alapanyagot biztosított a gyerekek számára, lehet festeni, rajzolni, gyöngyöt fűzni, nagyobb gyöngyöket, kisebb gyöngyöket biztosítottak, a kisebb gyerekeknek is, a nagyobb gyerekeknek is élményt tudunk biztosítani. A fesztiválon kiállítást is tartottak az idei legszebb krumplikból. Királyhalom egykoron ismert volt a szőlészetről, majd az alma örvendett hatalmas népszerűségnek a termelők köreiben. Mostanra azonban szinte mindenki a burgonyában látja a lehetőséget. Gyakorlatilag nem a burgonyának a népszerűsége nőtt meg, hanem úgy mondom, hogy a gyümölcsészet van hanyatló állapotban. Tehát igazából ezek a környező falvak főleg gyümölcstermesztéssel foglalkoztak, de az utóbbi években egyszerűen a gyümölcstermesztéssel csak mínuszokat gyártunk magunknak, abszolút deficites, és akkor természetesen az embereknek meg kell próbálniuk valamilyen más kultúrát. A szervezők számára kiemelt jelentősége volt annak is, hogy a termelők szakmai megbeszélések és előadások révén gyarapíthatták tudásukat. Nagyon fontos számunkra, hogy közösségi helyeket, közösségi alkalmakat szervezünk meg, hiszen ez a rendezvény ideje alatt is egy szakmai előadás is, egy nagyon rangos szakmai előadásra is sor fog kerülni, ahol a termelők meg tudják gyakorlatilag azokat a titkokat, amiket már más vidékeken már alkalmaznak, és ezt be tudják integrálni a saját termelésükbe. A szakmai előadások során új módszereket ismerhettek meg a termelők, amelyekkel a burgonya termelés hatékonyságát tudják fejleszteni. Vízbe fulladt egy szerb állampolgár Görögországban, Plattamon városában, írja a Telegráf. Sajtóhírek szerint az eset szombat délután történt, és egy 54 éves személyről van szó. A helyi parti őrség információi szerint a férfit eszméletlenül húzták ki a partra, megpróbálták újra éleszteni, de nem sikerült. A halál pontos okát egyelőre nem tudni, de valószínűleg szívroham okozhatta a balesetet. Megtámadott egy részeg sofőr egy közlekedési rendőrt Nagybecskerek környékén. Este 8:30 körül a Nagybecskerek és Orlovát település közötti úton megállított a hatóság egy Hyundai márkájú személyautót, amelynek sofőrje 2,09 ezreléket fújt az alkoholteszten. Az ellenőrzés során a részeg autóvezető sértegette és fenyegette a közlekedési rendőrt, továbbá nem engedelmeskedett neki. Az elfogása során ellenállást tanúsított és megütötte a rendőrt, könnyű testi sérüléseket okozva neki.
A 48 éves RP ellen bűnvádi feljelentést tettek, ugye a nagybecskereki alapfokú ügyészség elé kerül. Szerbia pozíciójának erősítése a küldetésünk, írta az X közösségi portálon Márko Gyurić külügyminiszter, aki Washingtonban képviseli Szerbiát a NATO csúcs hetének program sorozatán. Elmondta, továbbra is elkötelezett az ország a párbeszéd és az együttműködés mellett. Az éves NATO csúcsot július 9-e és 11-e között tartják az Egyesült Államok fővárosában. A csúcs találkozó egybeesik a NATO megalakulásának 75. évfordulójával. Szerbiában a legnagyobb növekedési ütemet az információs és kommunikációs technológiák területén regisztrálták az elmúlt 10 évben, nyilatkozta a szerb közmédia műsorában Dejan Ristić. Az információs és távközlési miniszter elmondta, idén az első 5 hónapban 20%-kal nőtt az export az IT-szektorban. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy az év végére ezekkel a szolgáltatásokkal az export elérheti a 4 milliárd eurót. Apsolutno imamo kapacitete, rezultati to i pokazuju. Od kada smo počeli odgovorno, sistematično i veoma profesionalno da se bavimo razvojem IT sektora u Srbiji, a to je od 2012. godine, mi smo zaista uvećali godišnji izvoz IT usluga za 10 puta. Dakle, 2012. 375 miliona evra, 2023. 3,44 milijarde evra. U prvih 5 meseci ove godine izvoz je u odnosu na prvih 5 meseci prošle godine već veći za 20%. I taj trend se nastavlja. Nézzük a híradó további témáit. Véget ért a Kanizsa Fest. Jótékonysági focitornát tartottak ma Zentán. Ma tartották a francia nemzetgyűlési választások második fordulóját. A tét, hogy fennállása óta először a Marine Le Pen által fémjelzett nemzeti tömörülés kormányzati szerephez jut-e. A mostani fordulóban magasabb volt a részvétel, mint az elsőben. Az urnákat a kisebb szavazókörökben este 6 órakor zárták be. A nagyvárosokban este 8 óráig lehetett szavazni. A Marine Le Pen által fémjelzett jobboldali nemzeti tömörülés vezetett a francia nemzetgyűlési választások első fordulójában, a második fordulóban az abszolút többség elérése a cél. A múlt vasárnapi első fordulóban Marine Le Pen pártja szerezte a legtöbb voksot, a szavazatok 33,14%-át. Második helyen végzett a radikális baloldal, a kommunisták, a zöldek és a szocialisták összefogásával létrejött Új Népfront nevű baloldali szövetség, amely 27,99%-os támogatottságot ért el. Emmanuel Macron Együtt nevű pártszövetsége megismételte az európai parlamenti választásokon elszenvedett vereségét, és a harmadik helyre került a szavazatok mindössze 20,04%-ával. De milyen hatása lehet az Európai Unióra, illetve Franciaország és az EU kapcsolatára, ha a nemzeti tömörülés nyerne a választásokon? Amennyiben a párt abszolút többséget szerez a francia törvényhozásban, az komoly hatással lehet az Európai Unió egészére. Marine Le Pen pártja ugyan már nem beszél arról, hogy kilépnének az Unióból, sem az euró kivezetéséről, de több ígéretük is ellentétes az uniós joggal. Ígéreteik között szerepel egyebek mellett, hogy tárgyalásokat kezdenek a szabad mozgást biztosító schengeni szabályok reformjáról úgy, hogy a szabad mozgás csak az uniós állampolgárokat illesse meg. Továbbá a bevándorlási ellenőrzésről is van egy szigorúbb elképzelésük, amely egy népszavazással tenné lehetővé, hogy a francia jog felülírja az uniós jogot. A nemzeti tömörülés emellett csökkenteni az energia áfáját, ami szintén ellentétes az uniós joggal. A Reuters közvéleménykutató cégek előrejelzéseire hivatkozva azt írja, hogy a párt valószínűleg nem éri el az abszolút többséget. Mindezek ellenére Jordan Bardella, a nemzeti tömörülés elnöke azt mondta, hogy továbbra is magabiztos. Érdekesség, hogy a két forduló között Macron centrista szövetsége és az Új Népfront több mint 200 jelöltet visszaléptetett, hogy elkerüljék az ellenzéki szavazatok megoszlását a jobboldallal szemben, és egy úgynevezett republikánus frontot építettek. A legújabb előrejelzések szerint a stratégia működhet.
A választás végkimenetelét azonban továbbra sem lehet megjósolni. Az egyetlen dolog, ami biztos, hogy még egy évig nem lehet új parlamenti voksolást tartani, ezt írja elő az alkotmány. Ez pedig azt jelenti, hogy nem lehet egyhamar megismételni a választásokat. Már a választások első fordulója után is Franciaország szerte zavargások törtek ki, és erre ismét számítani lehet, a végeredménytől függetlenül, mondják az elemzők. A franciák esetében megszokottnak mondhatók a tüntetések, ezért a második fordulóra 30 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítottak. A szarvasgomba kivitel hatalmas hasznot hozhat Szerbiának most, hogy életbe lépett a szerb-kínai szabadkereskedelmi egyezmény, mondják a Szerbiai Mikológiai Gombászati Szövetségnél. Jelena Milosevic titkár kiemelte, Kína nagyra értékeli a világ legdrágább gombáját. Náluk rengeteg erdős terület van, viszont a vidéket nem kedveli a szarvasgomba. A csemegéből fél kiló 200 ezer dinárba kerül, és csak néhány falatot szoktak enni belőle, írja a Blitz. Európában a szarvasgomba értékesítése nehéz, mert a piacot az isztriaiak és az olaszok uralják. Ők rendelkeznek a legerősebb lobbival, fogalmazott Jelena Milosevic. A Kínába történő kivitel közvetlen gazdasági hasznot hozhat, emellett promóciós szempontból is jelentős lehet, vagyis a világ megismerheti a szerbiai szarvasgombát. Véget ért az idei, immár 11 éves Kanizsa Fest és a 7. alkalommal megszervezett közösségi napok Magyar Kanizsán. Több százan látogattak ki a nappali és az esti programokra is. Szombat délután ismét a családi programoké volt a főszerep a Magyar Kanizsai vásártéren. Agyagozhattak, történelmi vetélkedőn vehettek részt, és kézműveskedhettek is az érdeklődők. Az íjászkodás alapjaival, de a középkori táncokkal is meg lehetett ismerkedni. Tegnap is már megérkeztünk kapunyitásra, gyerekkel jöttem, nagyon-nagyon élvezzük a gyerekprogramokat, főleg a kézműves foglalkozásokat, minden napra jutott valami különlegesség. Az egyik legközkedveltebb program Veliki Kárló bűvész műsora volt, számos bűvész trükköt mutatott be, sőt kicsiket és nagyokat is bevont a produkcióba. Feliklekéstem, mert nem vettem észre, hogy már én, és akkor aztán ideértünk, akkor varázsolt nyuszit is, galambot is, és azután meg varázsolt még több mindent. A késő délutáni programokat követően beindult a zenei fesztivál is. A szervezők már az első péntek esti koncertekkel és a látogatók számával is elégedettek voltak. A szombati bulik azonban komoly tömegeket vonzottak. Összesűrítettük a programot, így talán nem fáradunk annyira el, nagyon meleg is van, de estére azért nagyon kellemes az idő. Az elmúlt két napban a szórakozni vágyók a legújabb slágerek mellett ex-U zenékre és a közkedvelt rock együttesek összeállítására is bulizhattak. A hazai közönség előtt szereplő hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nyerte a vasárnapi Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban. A Mercedes versenyzője több mint 2,5 év után diadalmaskodott újra VB futamon. A 39 éves brit pilótának idén ez az első, pályafutása során viszont már a 104. győzelme. Összességében 9. alkalommal nyert a Silverstone-i pályán. Hamilton mögött a címvédő és háromszoros VB győztes, az összetettben most is élen álló Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája lett a második, még az ugyancsak brit Lando Norris, a McLaren pilótája a harmadik. A VB két hét múlva folytatódik a 39. magyar nagydíjjal a magyaródi Hungaroringen. Jótékonysági focitornát tartottak ma Zentán. A befolyt összeget a Kéz a Kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezetnek ajánlották fel a szervezők. A meccseket műfüves pályán játszották. A torna a csoportmérkőzésekkel kezdődött, majd a kieséses szakasz következett. Én itt Zentán kezdtem a pályafutásomat, majd átmentem a Nyers István Akadémiára, és itt a zenteiakkal megszerveztük, hogy jövünk erre a tornára, és megpróbáljuk megnyerni. 12 csapat vett részt a megmérettetésen.
A helyiek mellett Adáról, Csantavérről, Felsőhegyről és Magyar Kanizsáról is érkeztek játékosok. Régóta focizunk, ugye 10 fős csapatunkból 5-en már gyerekkorunk óta, óvodáskorunk óta ismerjük egymást, és hát most már odaértünk mi is, hogy muszáj volt, hogy ugye szerezzünk légiósokat úgymond, és akkor így megerősítettük velük a csapatunkat. A szervezők fő célja, hogy felhívják a figyelmet a jótékonykodás fontosságára. Jótékonysági turnéról van szó, a Kéz a Kézbe alapítványnak gyűjtsük a pénzösszeget, a nevezési összeget, illetve voltak nekünk támogatóink is, akik segítkeztek ebben, hogy ez a futballturné sikerüljön meg minden. A Zentai Kéz a Kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezet 2003-ban alakult meg. Jelenleg 25 sérült fiatal tölti náluk mindennapjait. Nagyon nagy örömmel töltött el bennünket, hogy ránk gondoltak, meg nagyon szép gesztusnak tartjuk. Nekünk nem is fordult meg a fejünkbe, hogy esetleg majd eszébe jutunk valakinek, vagyis ilyen sportolóknak, hogy nekünk fognak gyűjteni. A tornán a három legjobban teljesítő csapat mellett serleggel jutalmazták a legjobb játékost és a legjobb kapust, valamint a gólkirályt is. Eddig tartott a híradó, nézők, melyek voltak kiemelt témáink. Ma sem kímélte az utazókat a határ, több órás várakozásra kényszerültek az utazók. Javában tart a dinnye szezon, már bőséggel terem a hazai dinnye is. Mindenki jól érezte magát a Királyhalmi Burgonya Fesztiválon. Ma dől el, milyen úton haladt tovább Franciaország, a választások második körének első hivatalos eredményei késő este várhatóak. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon, a panonrtv.com-on. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!